Haza otthon jó meleg fürdőt venni. Édeskéim, ha mindenki sajnálok, de hát ez a lósport, lovasport. Adtam neki plusz szénácskát, mert már nem sok volt neki. És már jön a finom ebéd. Jó átcsutakolni friss szalmával, jó drágám? Édes kicsikém, nagyon megáztak. El volt jó, szépen? Mondtam, ébredezik, aha, a kis kurvája. Szereti a lucskos talajt, ne félj. Ja, hú, de jó fotó lesz. Ő szereti nagyon. Fölveszem még a Hopit is másik oldalon. A Csabi mindjárt jön be Lucikával. Ez finitól a komedi. Becsületesen minden lovunk megvolt. Ennyi. Ott van a Csabikánk. Na, Csabi is bejött, úgyhogy mára már finitól a komedi. Hát elegünk van. Így néz ki mindenki, vagy még rosszabb állapotban. Kibaszottuk, fél hét előtt 3 perccel elkezdett tömleni az eső, és azóta megállás nélkül. Már 11 óra van, és emlik, úgyhogy szebb se lesz. Na Csabikám, milyen volt? Aranyos. Jó? Kicsit hiszt is. Hiszt is kell. Hát ebben az időben mindegyik egy picit, mindegyiknek izé van. Nem tudtam már kimenni. El voltatok, jó? Aha. Jó van, édesapa. Minden hol áll a tűzben. Minden. Emlik. A kaját tudod? Igen. Tehát altál igazából. Kértem, szóval már be kéne hozni. Igen, már szóltam a Palinak, csak izét várt a kiskölköt. Mi van, papus? Hamiz, jön apád. Itt lesz a Szergely szombaton. Csabikám, remélem, hogy a telefonod jó lesz. Hát én sem jó. Kérd el a lovagló pénzedet. Péter bácsi? Igen. Halló? Ilyenkor nem hall, jó? Ilyenkor? Ja, odaadta már nekem. Ja, jó van akkor. Ezt tudtam, hogy rám keni. Olyan biztos voltam benne. Na jó, vége a viccnek, Péterben. Gyerünk! Nekem minden. Na,